Üdvözletem! Mindenféle hungarikumról fogunk beszélgetni, erdőmentes lombkoronasétányról, városon átvezető elkerülő útról és olyan unortodox vécéről, ahol hárman egyszerre végezhetjük a dolgunkat, de lesz szó névváltoztatásokról és Agatha Christie-ről is. És akik ebben partnerek lesznek, az Hont András, az Átlátszó újságírója. Jó estét kívánok! Konok Péter történész. Jó estét kívánok! Pityinger László alias Doppen zenész. Ceglédi Lászlóként. Alias. Az igen, egyébként nagyon örülök neki, hogy nekem hiányérzetem van a cegó miatt, de hogy legalább egy kicsikét sikerül ezt oldani, hogy ugye a frizurát illetően azért hasonló. Igen. Ha csak egy kicsit, hát csak egy kicsit nézel oldalra, akkor rendben lesz. Tesztoszteron mennyiség indukálja. És Vona Gábor, a második reformkor alapítvány alapítója. Jó estét kívánok. Azt mondja, a vitákat nem elfolytani, hanem lefolytatni kell, ezt mondta Lázár János, miután politikailag kijelölt egy elkerülő utat Egerben, mert hogy majdnem népszavazás lett abból, hogy merre is vezessen a egri elkerülő út. És idehoznám a népszavazás érdekében 5000 aláírást összegyűjtő Momentumnak az értelmezését a történtekről. Ez a győzelem arra is rávilágít, hogy érdemes helyi ügyek mellett kiállni, aláírást gyűjteni, és ha kell, konfrontálódni a helyi hatalmasságokkal. Ilyen győzelmekkel bontható le a rendszer. Na most szerintetek ki nyert? Az egriek nyertek egyébként, mert a elkerülő út most már tényleg el fogja kerülni a várost, de hát úgy tűnik, hogy Lázár János is nyert, a Fidesz is nyert, mert hogy nem lesz népszavazás, és hát a Momentum is nyert. Most a Fidesz a szokásához képest okosan kezelte ezt a szituációt, tehát megjelentette azt a figurát, aki a legnagyobb hatással lehet a történetre ezt illetően, és ott folyt egy oda-vissza párbeszéd, aminek a kapcsán ugye orvosolták a problémát, vagy orvosolják majd a problémát a jövőben, és szerintem mindenki úgy tudott kijönni ebből, hogy nem volt arcvesztés, mindenki számára van olyan ígéret, ami működőképes lehet, tehát egy ilyen win-win szituáció volt, mindenki tudja kommunikálni, amit ebből szeretne. Megint visszajött nekem egy kicsit a 80-as évek, ez a szürkülő, már-már elgyengülő, de azért még pofoszkodó paternális Kádár rendszer, amikor ezeket a mondatokat olvastam, amikor arra utalnak, hogy de hát induljunk ki, abból legyen az az alap, hogy itt mindenki jót akar. Egyébként ez a mindenki jót akar, ez egy ilyen, tehát nem akarhat mindenki jót, azért ez egy erős túlzás. És annak idején a bősi vízlépcsővel kapcsolatban volt a gimnáziumban egy ilyen fejtágító, amikor már elég volt, nagy volt a tiltakozás, összehívtak minket, nem tudom, 85-86-ot írtunk, és akkor itt AF-társ és BF-társ, és AF-társ volt a jó zsaru, BF-társ a rossz zsaru, AF-társ elmagyarázta a dolgokat, mi vitatkoztunk vele, hogy voltak érveink és felkészültünk, és akkor végén BF-társ ezzel zárta a vitát, hogy akkor most kezdjük új alapokról, amit a párt akar, az a népnek csak jó lehet. És akkor mondtuk, hogy köszönjük innen, nincs vita. Na ezt éreztem én, ezt a feelinget, tehát értem, hogy miről beszélsz, hogy tulajdonképpen született egy kompromisszumos megoldás, ugye közismert, már százan idézték, és százféle feldolgozása van, hogy az a jó kompromisszum, ahol senki nem boldog. Ez nem egy jó kompromisszum, mert ugye a lakók úgyse lesznek boldogok azok, és ebben a cikkben is, még Lázár is mondta, ha jól emlékszem, hogy hát ahol akinek a telkén átvezet az út, meg akinek a háza mellé rakják, az annyira biztos nem lesz boldog, de valahol vinni kell az utat. De alapvetően úgy tűnik, hogy a politikusok mindenféle oldalról boldogok lehetnek ezzel a történettel, mert egy nagyon jó kommunikációs geppet adtak. A Fidesz úgy csinált, mintha hajlandó lenne szóba állni az emberekkel. Ugye nem lehet elvégezni olyan beruházáson, nem lehet olyan dolgot építeni, mondta Lázár János, amivel a lakosság nem ért egyet, ezt majd a Debrecen nek sem árt egyébként tudomásul, meg még más helyeken egy csomó olyan. Tehát így a politikusok jól jöttek ki belőle, hát az egriek meg majd meglátják. Egy alapvető kérdést hozzátennék, szerintem itt nagyon sok ügyben, ami így a városokkal kapcsolatos, tehát igazából szembe jön a civilizációnk állította kihívás. Tudod, városokat építünk, gyárakat telepítünk, tulajdonképpen zöld politikát folytatunk, és kritizáljuk a zöld folyamatokat, az akkumulátoros telefonunkról, meg mindent, tehát hogy működtetünk egy infrastruktúrát, ami előbb-utóbb valamilyen módon fölzabálja magát, de közben igyekszünk ezt működtetni. Tehát igazából folyamatosan egy vesztesek-nyertesek játékát játszuk, mind a politikát illetően, mind a társadalmat illetően, mind egyébként a fogyasztói társadalom működését illetően. Tehát én csak annyiban vetnék el, egyébként az a Kádár vonal, ez nekem is megjelent, de szerintem egy magyar közönségigény, ami ki van szolgálva, így általában ez meg van mérve jól. De én azt gondolom, hogy olyan irányba történt
jelzés, hogy olyat nem akarnak csinálni, ami a lakosságnak rossz. Na most itt alapvetően tudjuk jól, hogyha infrastruktúrát irányítok, egy céget vezetek, kormányt, most mindegy, hogy milyen szintben, mindig lesz valaki, aki elégedetlen lesz. Na jó, 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 Dopen, csak várj, mert itt azért a áterv az volt, hogy egy olyan elkerülő út, ami elég rendesen metszette volna a várost. Igen, átment volna a városon, olvasnám. Aztán utána most az egy kicsit kijavítik. Most meg és a borospincet. De azért oda volt írva, hogy mit kerül el? Nem. Igen, minden út elkerül akkor valamit. De, nem mondta, hogy a várost elkerülő út, na. Mit így elégedetlen, én értem, akadékos kacit. Egyébként az egészben a számomra a legszebb az, hogy a NER-nek ugye az első számú terméke, ez tényleg valami új talán, Lázár János maga. De annyira irritáló a fószer, hogy már nem lehet nem kedvelni. Nem, tehát oda megy, és farccal nem röhögi el magát, mint hogy a kormányinfókon sem röhögte el magát végig. Tényleg profi az Ürge, és rémszórakoztató az, hogy mennyire cinikus. Közli azt, hogy a vitákat lefolytatni kell, és nem lefolytani. És az ember áll, és elakad a szava. Na de, hogy azért a momentumot árnyaljam, mert hogy itt te elkezdesz, jössz nekem itt jövővel, meg társadalommal, meg zöld, meg egy ugyan már lényeges dolgokról beszéljünk, de az történt, hogy a Momentum helyi képviselője, amikor szakadt itt az EGRI többség, aminek ugye a központjában az áll, hogy van a polgármester Mirkóczky Ádám, és az ellenzéki összefogásban a nagy ellenlábasa, hogy Mirkóczky Ádám ugye eredetileg jobbikos volt, Gábor szóvivője, és az helyi MSZP elnök robbantott, aki viszont Mirkóczky Zita és civilben az unokatestvére, ezen így szétment az EGRI többség. Fogsz te nekem itt futurológiával jönni egy lótúrót, ilyenekkel foglalkozunk. Na most akkor lényegtelen kérdés. Igen, így van. Szétfolyta a polgármester mögül a többség, miután az MSZP-s unokatestvére szétrobbantotta. Természetesen a Momentumos is falcolt azonnal, és átállt a Fideszből kizártak mellé, ők alkotnak most többséget, az ex-fideszesek és az ellenzékből kiszórtak. Na így akadályozza a Momentum a helyi hatalmasságok elleni fellépést, hogy együtt szavaz a Fidesz-szel immáron évek óta. Én a videót is megnéztem, nem csak a cikket olvastam, nem tudom, hogy láttátok-e, az szinte olyan volt, hát egy ilyen nagyon boldog ország, ahol megérkezik a miniszter, a Mi Hazánk bort és pálinkát ad neki ajándékba, a helyi ellenzéki polgármester kezet fog, az emberek felszólalhatnak, ő arra választ. Ez tényleg egy ilyen ideális dolog volt, de én is Lázár szemszögéből elemezném, mert ti nagyon összemostátok Lázárt a Fidesszel, mintha ez egy fideszes akció lett volna, de mi van, hogyha ez Lázár János magánakciója volt? Én ezt se zárnám ki. Ő azért egy saját brendet épít ebbe az egész rendszerbe. És ő most bemutatta azt, amit Orbán Viktor soha nem mutat be, nem? Tehát, hogy ő volt most az, aki ember, most jövök a fórumra. Tehát, hogy ő bemert menni az emberek közé, ő nem az, aki elfut az újságírók elől, hanem még be is megy az oroszlán barlangjába, aztán persze hoz egy jó hírt, hogy az egrieknek mennyire jó lesz, és én azt gondolom, hogy ebben már én inkább a Lázár János féle építkezést látom. Ő akar lenni a NER-nek a Horn Gyulája, aki amikor a NER összomlik, akkor majd ő egy ilyen félig meddig tiszta pedigrével megpróbálja a rendszert átmenteni. De hova jön? NER Berec Jánossal, tehát hova a NER Horn Gyulája az Orbán. Hát a Orbán utáni Orbán. Az Orbán, hát a NER Orbán, a NER-nek a kádárja Orbán Viktor, és Lázár János, vagy a Pozsga Imréje akar lenni, vagy a Horn Gyulája, de ezek egyébként szinte szimbolikus kérdések. Hát most játszunk a nevekkel, a nyilvánvaló. Bocsáss meg, csak egy mondat, hogy abban szerintem én biztos vagyok, hogy Lázár János célja az, hogy ő ezt a rendszer túlélje. Amikor ez a rendszer összeomlik és maga alá temeti, nem tudom, Rogán Antalt, meg egy csomó mindenkit, akkor ő még azt mondja, hogy hát emlékeztek, én azért más voltam. Nem hiszem, hogy erről van szó. Szerintem a Lázár Jánossal az a célja a rendszernek, hogy a rendszer túléljen. Tehát a Lázár, igen, van egy brand, kétségkívül, tulajdonképpen szinte az egyetlen olyan, akinek brendje van ugye a Fidesz vezetők közül, mert a többi inkább és nem szereti. És Németh Szilárd neked smafu? Hát Németh Szilárd inkább showműsor, valóban van brendje, de arra nem lehet építkezni, de a Fidesz kínálatában van a Lázár János brend. És ebből az értelemből én nem hiszem, hogy ez önjárás vagy önállóság. Önjárás vagy önállóság lenne, akkor Lázár János megint eltűnne a balfenéken, jelentéktelenné válna, már pedig nem azt látjuk, vált ő jelentéktelenebbé is. Most éppen kastélyokat osztogat. Így van. Tehát így, én a Pétert ott támasztanám alá, hogy én szerintem ami a Fidesznek a hatékonysága egy római légiókra emlékeztető módon felépített szervezet, aminek a tetején van egy vezető,
és ez ettől működőképes. Tehát, hogyha a Lázárnak van működése lehetősége, akkor ahhoz van engedély. Tehát ez másféleképpen nem tud működni, de azt gondolom, hogy a Lázár azon figurák közé tartozik, aki ezt a tehetsége, meg a kialakított erőtere alapján ezt meg tudja tenni, hogy ezt a brandet elkezdje építeni, mert az nyilvánvaló, hogy egyfajta szervezetben előbb-utóbb eljön az a pillanat, amikor egy újabb vezetőt kell kinevezni, vagy olyan figurákat kell előállítani, akik képesek lesznek azt a struktúrát tovább működtetni. És szerinted ez a most jelenlévők közül verbúválódik? Hát Novák Katalin, aki ma szimbolikusan Orbán Viktor, pontosabban nem valóságosan Orbán Viktor főnöke, szimbolikusan pedig ugye a rendszernek igazából a második számú embere, hát 15 évvel ezelőtt még azt se tudta, hogy ő valaha fideszes lesz. De azért nem olyan könnyű azért ebbe a rendszerbe Lázár, magad kötni. Hát azért ezzel vagyunk egy páran innen. Szerintem a Lázár az tehát ő nagyon tehetséges csávó. Egy dologban viszont szerintem van egy vita közöttünk. Ti azt mondjátok, hogy ő a rendszernek így ilyen, lényegében a rendszer találta ki Lázár János. Szerintem meg nem. Őt a rendszer jelen pillanatban egy száműzte bizonyos értelemben, miniszterré száműzte, viszonylag nagyon minimális mozgástérrel. Akarnak száműzni, egy kicsit száműzzenek. Jó? És az ő egyébként valóban tehetséges politikus, talán az egyik legtehetségesebb az Orbán utáni potenciális vezetők között. Ő ezt a minimális lehetőséget is folyamatosan szélesítgeti. Szerintem ez az akció is annak volt a része, hogy ezt a mozgásteret ő bármennyire is szűk, kihasználja a saját brandépítésére. Most kastélyokat próbál osztogatni, aminek még a Fideszbe sem örülnek, hogy most ő egy olyan törvénytervezettel állt elő, hogy a legértékesebb kastélyokat majd elmondja, hogy a Lázárféle hűbéri lánc hogyan jöhet létre, és hogyan szerezhet. Kezdjük újra ezt a műsort. Nincs még most, de ezt próbálj építeni. Ezt kezdjük újra, nem fog, bocsánat, a kastélyokról nem tudtam, akkor ezt az irritálót visszavonom, semmiért, dehogy is. Lázár. Jó fej. Ha már számüzetés, akkor szerintetek mi történt Fűrjes Balázzsal? És a lázári brandépítése valahol ott összekapcsolódik, hogy emlékeztek a Lázárnak erre a nem soha leíratára? Igen. Amikor odaírt a budapesti fejlesztés, hogy nem, és tulajdonképpen mindent kihúzott arról a papírról, hogy akkor Fűrjes Balázs már annyira nem volt boldog, most távozik, én próbáltam ott a minisztériumi emberkémtől megtudni, hogy vajon mik a pletykák, hát két verzió van. Egy minisztériumi embered? De eddig csak a fideszes ismerősöd volt, most már tudjuk, hogy minisztériumi. Nem, amúgykor beismertem, hogy minisztériumi. Szóval, hogy két... Munkáltatói is tudják? Oda száműzték. Nem tudnak. És akkor én tolom a szekeret. Hát nem hiszem el. Két változat kering a minisztériumi folyosón. Az egyik az arról szól, hogy civil lét teszik, politika mentesítik most Fűrjest, mert hogy most nagyon nagy divat a civil jelölteket állítani, és akkor majd egy év, két év, tehát amikor a következő választáskor, vagy amikor szükség van rá, akkor előjöhet a magánszférába, hogy itt van Fűrjes a civil, kvázi civil jelölt. A másik viszont... Ez nagyon rosszul hangzik, most bármit mondhatok, nem? Tehát ez nagyon jó, hogy így megírtátok. Igen, hát ez így van. Fűrjes akar Orbán Viktor lenni, nem? Szóval, hogy a másik pedig arról szólna, hogy Budapestet tényleg elengedte a Fidesz. Nincs pénz, az Unióból nem lesz pénz, és Budapestre költeni kellene, és hagyják a fenébe az egészet. És akkor ennek hogy kapcsolódik Fűrjes? Miért kellett a Fűrjes meneszteni? És akkor miért kellett a Fűrjes meneszteni? Én is ezt kérdezem. Hát menesztődik ő magától, mármint, hogy akkor elmegy. Akkor a főpolgármester jelölté menesztődik, és akkor beleviszik, úgymond, akkor vidd el te az arcoddal a vereséget, vagy pedig... Ez a két változat. Mert nem sikerült, ez most egy büntetés. Egyébként tök jó ez a két változat, mert olyan mindegy, nem? Tehát így látunk egy rotációt, ennek a rotációnak semmi jelentősége nincs, a kopasz kutyába hangzott el annak idején az egyik kedvenc mondatom, hogy itt az új dobos pont olyan, mint a régi dobos volt. Tehát most ilyen nagy változásokra nem számíthatunk, meg kell majd tanulni. Jó, szegény dobosok, az... így is elég komplexusuk van az énekesekkel szemben. Jó, szóval, hogy annyiban én csatlakoznék Tarlós Istvánhoz, hogy amikor azt mondta, hogy Lázár János nem ismeri Budapestet, ami nem csoda, mert itt nem lovaskocsik járnak. Szóval azért az nem teljesen jó hír, hogyha ez a sticht erősödik meg a Fideszben végérvényesen. Budapest nélkül ebből az országból, de Budapest nélkül ez az ország nem működőképes, és ennek semmiféle lebecsülése a magyar vidéknek ebben nincsen benne. Egyszerűen a fővárosára ennek az országnak, csak a számok. Trianontól megcsonkított édes hazánk testének szüksége van. A számok makas dolgok. Valószínűleg nézi a Fidesz a számokat, és rájött arra, hogy Budapesten csak az a helyzet, csinál, hogy nem fog tudni nyerni. Lehet választást nyerésre optimalizálni a működést nagyon-nagyon sokáig, csak előbb-utóbb nem lesz mit megnyerni, mert nem lesz mögötte ország. Tehát, hogyha
mindenki vagy előregedik az ország teljesen, vagy mindenki elhúz innen, abban az esetben egy idő után fölösleges lesz megnyerni. Egyszerűen, amikor már Garancsi Istvánnak el kell mennie dolgozni, akkor rájönnek, hogy ez nem biztos, hogy a legjobb út volt. Budapestre szükség lenne, és akkor mondok még egy harmadik hírt, amit idehozok, akkor bocsánat, Eger és a Fűrjes mellé, ez ugye szintén mostani, hogy Németh Szilárdot visszavették a Fideszbe, pontosabban a Csepeli szervezet elkezdte a működését, viszont a Csepeli polgármestert nem. Egy kicsikét a légiót és a hatékonyságot ez megkérdőjelezi, ugyanis van egy ember, aki háromszor egymás után kikapott Csepelen, 14-ben, 18-ban, 22-ben, ez ugye Németh Szilárd, és van egy ember, aki háromszor nyert egymás után Csepelem, Borbély Lénárd, a polgármester. Ezek hosszabbítják Csepelig. Ezek után hogy dönt egy hatékony párt? Természetesen úgy, hogy aki háromszor vesztett, akkor építi újra, és nem veszi vissza a hivatalban lévő polgármestert a pártba, se a helyettesét. Én ezt nem tudom, nem vagyok otthon a csepeli mikroklímában, nem tudom, hogy itt milyen közéleti buharáció. Megmagyarázom neked, tehát Németh Szilárd meghatározó figurája a Fidesznek. A kettejük között a viszony Csepelen elmérgesedett, Orbán Viktornak választani kellett. És erősebben. És ő mindig azt választja, akár lehet, hogy ez Csepelen komoly problémákat okoz, de hogyha ő azt üzeni, hogy leszedem az egyik fő emberemet, mert Csepelen összeveszett a helyi polgármesterrel, akkor ezzel lényegében kinyitja, egy olyan probléma halmaz nyit föl, akkor mindenhol attól kell tartani az erős embereknek, hogy nehogy a helyi kiskirállyal én konfrontálódjak, mert Orbán Viktor le fog engedni. Várj, volt egy freudi elszólásod, amikor az optimalizál helyett először azt mondtad, hogy optimizál, és ezzel szerintem megadtad a kulcsot. Itt optimizálás van, tehát miközben te tényleg ilyen hamleti módon vívódsz azon, hogy mi lesz a jövő, meg milyennek a kifutása, és ilyen gondokat raksz a saját válladra, a Fidesz kommunikációja ezeket a gondokat nem annyi rakja van a saját vállára, nem érdekli, optimizálni nem kell a közönséget, meg kell mutatni, hogy minden halad, minden jó, minden szép. Tudod, hogy ki volt az első ilyen, bocsánat, akivel összeakasztotta ilyen módon a tengelyt, Németh Szilárd? Ki, aki ellen effektíve kizárási indítványt nyújtod? Meghallgatnám a dokument, és utána megmondod. Nem, annyi van, mert azt a betületét akkor még nem fogalmaztuk meg a Fűriesnek. Tehát a Fűries az, hogyha megnézzük a különböző műsorokat, ő a másik oldal számára is egy egész vállalható tárgyalóképes politikus volt. Tehát én nem feltétlenül gondolom azt, hogy ez lefelé való buktatás lenne. Azt lehet látni, hogy a fővárosban van egy klíma, de elengedni Budapestet azt szerintem semmilyen logika nem diktálja. Mert azért lehet, hogy Németh Szilárd háromszor kikapott, mit tudom én, Csepelen, de látjuk az elmúlt választásnak is mi volt az eredménye, meg általában az időközikben is, hogy történnek a győzelmek, illetve hogyha civil jelölt van, az is sokszor ilyen fideszes jelölt nyer. És ugye látjuk az önkormányzatok működésében, hogy nem igazán jól funkcionál a főváros. Jó, persze. No, de egyébként mondanám, hogy... Az egy érdekes mítosz, amit fölhozol, hogy az ellenzék körében is elfogadhatóbb, nem tudom, mit nevezünk egyébként ellenzéknek, ez az emberarcú fideszes mítosza. És ez egy kicsit kapcsolódik a Lázár történethez is, hogy létezik-e az emberarcú fideszes, a tárgyalóképesebb figura. Tehát van olyan ennek olyan oldal, ami tárgyalóképesebb, vagy sem. Én Fürjes úgy gondolom, hogy ez is csak a showműsor része. De Fürjes az ilyen. Mert ilyen minden fideszes ember, tehát emberarcú. Nem, abból a szempontból nem, hogy persze minden politikus, minden fideszes, mindenki ember, mindenki homo sapiens, otthon. Adott esetben a funkciójában, a NER része. Fürjes... És nem, pont ez a lényeg, hogy szerintem ott emberi kvalitások, emberi, csak a dizájnt tudják változtatni. Tehát alapvetően ez egy meglehetősen ez, amiben én nem hiszek, Péter. Homogén és monolit rendszer úgy, hogy benne van az ellenzék is, jegyezném meg. Figyelj, itt azért történtek dolgok. Emberek irányítottak rájuk bízott javakat. Azt lehet mérni, hogy milyen. Budapesten volt olyan fideszes polgármester, több is, aki a rábízott kerületet, azt, hogy is mondjam, kulturáltabban, a szélesebb néptömegek nagyobb megelégedésére tette, mint ellenzéki utódja. És természetesen van fordítva is, de tudok ilyet mondani. Most az a helyzet, én attól tartok, hogy az van, amit a Gábor mond, hogy ez lényegtelen, meghosszabbítják Bicskéig, nem fontos a főváros egyáltalán, sőt, fontosabb az, hogy bármilyen romhalmaz élén, de Karácsony Gergely maradjon a főpolgármester, egyszerűen fent kell tartani a veszélynek a látszatát, ezt más
szintéren is megteszik ott Gyurcsány Ferenc közreműködésével, meg az Európai Uniós pénzekkel való kommunikációval, közös kommunikációval egyébként, mármint DK-Fidesz közös kommunikációval. Tehát ez kell, és mindeközben a városban direkt nem csinálnak olyanokat, ami ami az Európából önmagában látszó nagyváros számára szükséges. Van még egy ilyen meghosszabbítjuk Bicskének politikusa a Fidesznek, Kubatov Gábor, aki azt nyilatkozta nem olyan régen, hogy ő az egész ilyen belpesti, belvárosi vircsaftot hagyná az egészben. Mi itt a külvárosban nem tudom hány százezerrel alacsonyabb ingatlan árakban élünk, mondja egy bunker közepéről, tehát egy erődítményt épített magának a Soroksáron. Ez itt a lényeg. Gyakorlatilag vidékesíteni akarja Budapestet, és ha mindenki olyat, akiről úgy gondolják, hogy pantallóban jár, azt most levágják. András, erről szól. Egyébként Pokorni Zoltán volt az a politikus, aki ellen Németh Szilárd még a 2000-es évek legején kizárási indítványt nyújtott be, aki akkor alelnöke volt a Fidesznek és miniszter. Szünetet tartunk, addig megkeressük a cápa zenét, mert most erre kíváncsi voltam, hogy milyen ez így hangban és képben együtt, de hamarosan jövünk vissza. Most pedig elindulunk a fővárosba, a vidékre, méghozzá a Nyírségbe, hát hogy ki ne hallott volna Nyír Márton falváról, legalábbis ezen a héten, mert korábban azért annyira nem volt ismert a település neve. Hát itt épült fel az a bizonyos hungarikum, amit most már Európa szerte is kezd ismerté válni, ugye ez a lomkoronamentes lomkorona sétány, ami az még önmagában is már egy tökéletes látvány és egy tökéletes beruházás, de hát úgy jött létre, hogy azért vágták ki körülötte az erdőt, mert annak az értékesítéséből, a faanyag értékesítéséből származott aztán az a rész, amit beletettek ebbe a projektbe. És hát ez így, már így is hibátlan, de szerintem Filemon Mihály fideszes polgármester magyarázatával válik tökéletessé. Mi szerint nem volt feltétele a beruházásnak, hogy erdő is legyen a lombösvény körül. És láttátok a település címerét egyébként? Én ne láttam volna. Egy ilyen üres mező, lankák, dombok és egy hatalmas balta. Az igazság, hogy az egész annyira... Önbeteljesítő jóslat. Nem tudom, mit tudunk hozzátenni. Tehát így nekem egyre inkább az az érzésem, hogy itt valamilyen Monty Python show folyik, és amikor ezeket olvasom, tehát azt érzem, hogy próbálok ilyen vicceseket írni, meg gondolni a világról, ami így kidomborítja ennek a rendszernek az abszurditását, a groteszkét, és egyszerűen hát íberelnek. Tehát így mielőtt megtörténne, hogy én valamit gondolok a dolgokról, ők már sokkal murisabbak. Ez az egész... Most függetlenül attól, hogy elfeledkezünk arról, hogy itt azért alapvetően egy olyan ügyről van szó, ahol 60 millió forint, hát átalakult ugye lombkorona ösvényé Európai Unió segélyből, már nekem is frajdi elszólásaim vannak, hogy ez a lombkorona ösvény eleve egy nagyon hülye műfaj egyébként, mert hát mi a fenének ott kavarogni a lombok között, ott mit lát az ember egy olyan erdőben, amit ott egyébként kivágtak, ez egy ilyen telepített erdő volt, a Google képeken látni, a szép sorba álló egyforma fák, tehát eleve az, hogy most azt megnézni földülről, az is értelmetlen volt, ilyen értelemben az, hogy kivágták, szinte már teljesen mindegy. De hogy így mindebből épül egy ilyen, hát nem is tudom, egy ilyen fatákolmány, ami olyan, mint valami, ha már a római légióknál tartunk, mint valamilyen római ideglenes híd annak idején a légiók előtt, csak nincs alatt a folyó, mert a rómaiak azért úgy mégse építettek hidakat. Tényleg, tehát így mivel lehetne még jobban érzékeltetni azt, hogy ez a rendszer hogy működik? Nem értezte a modern település marketinghez. Mert most gondoljatok bele, hogyha megépíti ezt a lombkorona ösvényt, úgyhogy még vannak lombok is. Kutyát nem fog érdekelni. Kit érdekel? Most viszont ez egy óriás. Tehát szerintem ez ott egy nevezetesség lesz, és hogyha arra járok, szégyengyalázat, én meg akarom nézni. És valószínűleg nagyon sokan vannak még így, és én már látom magam előtt, hogy az Instát elárasztják majd a celebek, akik ott csinálnak szelfiket, meg különféle TikTok videókat. Szerintem zseniális marketing. Egyébként nem, az kér most arra támogatást, hogy újra telepítse az erdőt. Én egyébként nem tudom, segítsél már Péter, hogy most már másfél hete ezen gondolkodom, ugye ez úgy lett most már lassan nemzetközi szinten is ismert, hogy ez egy átlátszó sztori. És ugye amikor először elhangzott, hogy ez lesz, azóta azon gondolkodom, hogy milyen film meg irodalmi élmény van, ami ezt az abszurditást dolgozza, hogy kivágom azt az erdőt, hogy felépítsem azt az építményt, ami az erdő megtekintésére szolgál. Van ezer ilyen, csak már mondom, de nem jut eszembe az igazi. Az M6-os alagutak is hasonlóak voltak.
Micsoda? Hát az M6-osnak az alagútja jött a kis dombok alatt. Persze, a földet kellett hordani, hogy legyen hegy, ami átmegy az alagút. Mondom, film és irodalmi élmény magyar életből, én is tudok ilyet, mert a Kőröshegyi Völgyhíd például. Egyébként igen. Meg igen, én is az M6-os. De bent is azt mondtam a többieknek, hogy te is felolvastad, hogy ez a fideszes polgármester. Ez nagyjából mindegy, ez nem fidesz ügy. Pont az M6 miatt például, amit említesz. Mi ilyenek vagyunk? Ez a magyar valóság. Ez tök mindegy, ez az űrge beléphetett volna az MSZMP-be, és ott tanácselnök lehetett volna, akkor is ugyanezt csinálja, vagy előléphetett volna Móricznak, a rokonoknak alapjairól, akkor is ugyanezt történik. Magyaros észjárás, hogy a miniszterelnök úr mondotta volt, tessék, itt van. Egyszer benn voltam a NAV-nál, és valamiféle igazolásokat kellett kérnem, és kikértem az igazolást, és ilyen 6 kiló papírt nyomtattak ki egy aláírásért, és kérdeztem őt, hogy mondom, hogy ez nem fáj egy kicsit az erdőknek, hogy így azt mondjam, utálom a fákat, mert egy papírgyár közelében lakott, és amit bezártak, ugye nem tudták a fát feldolgozni benne. Neked mi a támó pályázatnak a címe, hogy benyomítanak, Fák off. Hát ez jó, igen. Egyébként jó volt. Én meg megvédeném a polgármester urat annyiban, hogy ő egyébként erről beszélt már a választási kampányban is. Ez volt az ígérete. Ez volt az ígérete, azt mondta, hogy ő hatékonyan fogja lehívni az uniós pénzeket. Ennyi. Viszont ha már ez így szóba került, akkor talán érdemes, ha már perspektívákat is nyitunk, hogy itt az egész Európai Uniós pénzeknek a kérdését fölveti. Ez mert azért nem ez az első eset, itt volt több is, meg egyébként az ország keleti része, vagy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, nagyon nagyszerű emberek élnek oda, tényleg. Viszont az EU-s pénzek számára Bermuda háromszög. Tehát ott elképesztő, tehát arról lehetne majd egy külön könyvet, hogy hogyan és milyen elképesztő felhasználása volt ott bizonyos politikusok segítségével az uniós forrásoknak, de én azt a kérdést tenném föl magunknak, hogy az Európai Unió egyébként szeretné, hogy mi ezeket a pénzeket jól használjuk föl? Mert szerintem nem. Nem, nekem az a provokatív állítás, hogy az Európai Unió az Európai Uniós forrásokat azért adja, hogy valamiféle, hogy mondjam, ilyen kompenzálás legyen, meg az a közérzet, hogy épül-szépül az ország, és éppen tényleg sok szempontból épül-szépül, de azért a Magyarországra érkező uniós források nem Magyarország versenyképességét, uniós kohézióját segítik, mert az Nyugat-Európának nem érdeke, hogy ez a régió felzárkózzon. Ebben annyit vitatok, hogy szerintem nem Magyarország, tehát, hogy nem Magyarország versenyképességének feltétlen rontásáról van szó, hanem van egyfajta európai elképzelés az a kapcsolatban, hogy Magyarországnak hogy kell működni. Például ugye most az élelmiszer kérdések kapcsán, meg az árak kapcsán mindig fölmerül, hogy Magyarországnak lehetősége lenne saját magát ellátni, ugye, mert remek mezőgazdasági lehetőségekre. A Fidesz egyik legnagyobb bűne, hogy ezen valahány év után semmit nem léptünk előre. Nem csak a Fideszé, az Európai Unióhoz csatlakozó Magyarországé, mert mindannyian tudjuk, hogy az Európai Unió például nem szereti erőltetni, hogy a magyar mezőgazdaság jó legyen. De akkor miért nem vívunk szabadságharcot az Európai Unió? Orbán Viktor miért nem ezügyben vív szabadságharcot Brüsszelben, hogy kérem szépen, mi az asztalra fogunk csapni, és igenis, az élelmiszeripart szeretnénk. Ez lehet egy vita kérdése, mert ugye, ha megnézed, az látható, hogy az Orbán egyfajta kis tigris modellre épít. Tehát, mint a Dél-Korea, meg ezek, hogy bejönnek a gyárak, know-how-t szerzünk. Most ez lehet egy elképzelés, ez lehet vita kérdése, hogy ez egy jó irányzat-e, de ez például szerintem egy ellenzéki diskurzus lehet, hogy mennyire kéne miért Magyarországnak... Miért legyen ez az ország legfontosabb diskurzus? András, legyen, csak ezzel ugye megint kibontasz egy olyan tépánt, hogy akkor az Európai Uniós hozzáállást, akkor meg kell nézni, hogy az Európai meg Unió meg ez mi, hogy áll. Azt elmondta Gábor, hogy... Az plüss tigris lesz az. Jó? Plüss. Hogy azért, Gábor, azért nem folytat ezzel kapcsolatban a szabadságharcot, mert nem csak unió fele kéne az asztalra csapni. Ez ugyanaz, mint az oktatás vagy az egészség, hanem befele is. Az a helyzet, hogy én nem értem, tehát tényleg valami nagyon távol áll tőlem, akkor minden kis gazda hajla. De minden ilyennel foglalkozó ismerősem azért elmondja, hogy milyen olyan szerkezeti nehézségek vannak, amit meg kell változtatni. Ilyen tele van ellenérdekelt emberrel. Olyan összeműködések kellenének, amire mi magyarok nem vagyunk hajlandóak. És így tovább. Nem fog megnyitni újabb ilyen érdekellentéteket. Ez egyik fele. A másik fele viszont, amit te mondasz, és ilyen aggasztó módon terelett komoly területre a műsort, hogy azt hiszem, hogy ebben van igazság.
és ez eléggé tragikus, mármint az, hogy az uniós pénzek felhasználása igazából senkinek nem érdeke az, hogy észszerű módon történjen. Azok a pályázatok, amik normálisan folynak, azok, amik az infrastruktúrába mennek sok esetben, utakra, hogy az itt lévő multinacionális cégeknek a munkakörülményei minél jobbak legyenek, és minél jobban működjön a biznisz. A másik meg pontosan azok az üzletek, amikben ők is benne vannak. Hát ezt már valamikor, nem tudom, 10 éve mondta a német gazdasági miniszter, hogy azért a Kelet-Közép-Európába küldött uniós forrásokból egy csomó euró visszagurul hozzánk, a feladóhoz. Ez nem titok, ez egy kimondott dolog. Ne felejtsük, hogy tulajdonképpen, hogyha ha megnézzük, akkor ebben sem valószínű, ebben a lomkoron ösvény történetben, ami tényleg szimbolikusá vált, valószínűleg jogilag ez helytálló. Tehát így a történet abszurditása lényeg, bár tehát a zöld beruházásként adják elő valamilyen módon a zöld szemlélet, akkor még arra is alkalmas, hiszen ha már a magyar mezőgazdaság átalakulásánál tartunk, például a tarvágás, a talajerózió, a termőtalajt elhordja a szél, arról a lombkorona ösvénynek nevezett valamiről lehet majd szemlélni a porviharokat. Mert úgy gondolom, hogy a porviharok, meg mondjuk a magyar termőföld pusztulása, például az a történet, amivel így határozottan nem foglalkozik se az Európai Unió, se a magyar kormányzat, senki nekünk fogja elhordani azt a szél. Ennek a megoldása az, én még meg nem alakított pártomnak az első programpontja lesz majd, ugye ez a Trianon Plus, akkor ezeket a területeknek egy részét oda csatoljuk ilyen versenytársaknak, és akkor a por az őket fújja be. Romániát például. Nekem egyébként az a gyanúm, hogy amíg mi a akkumulátorgyárakra figyeltünk, addig mi titokban ilyen lomkorona tanösvény nagyhatalom lettünk, mert hogy itt 30 kilométeres körzetben 3 is készült, ugye a Tasó képviselő úrnak és Tessil képviselő úrnak is lett egy 6 millió forintos lomkorona leszámítva az ösvénye. Abszolút. Jó, de hát ez megint felveti azt, hogy mi alapján bírálják el, és mi alapján írják ki ezeket a pályázatokat, és amit nyilván most már ismétlem önmagam, de tényleg az Európai Unió számára az, hogy ezeket a pénzeket mi ne jól használjuk fel. Tehát az Európai Uniót nem úgy van, hogy nem érdekli, hogy jól használjuk fel vagy sem, hanem az Európai Unió azt szeretné, hogy ne jól használjuk fel. Nehogy Magyarország a kohéziós forrásokból valóban kohéziós szinten fölzárkózzon, mert minek nekik versenytárs. Gábor, történetesen egyetértettem veled, igen, értettem én egyből. Megörültem, és meg akartam ünnepelni. Az Unió jött, és azt mondta, hogy itt a lóvé tessék, tesó, és mondta, hogy nem tesó, tasó, jó, akkor mindegy, és akkor így lett szegény. Azt is mondták, hogy csak tesó. Párt, akkor, hogyha lenne rendes tengerünk, akkor ezeket a lomkoron ösvényeket ilyen PR-ként, ilyen gátként be lehetne rakni, mint Southampton környékén, Angliában. Ezek nagyon nagy népszerűségnek örvendenek, tehát fel lehetne használni. Egyszerűen csak rossz helyen van. Nem. Tenger nem kell, mert az olyan, mint hogyha az a lomkoron a sétány, amelyhez még erdő is van, kikötő tenger nélkül. Ez igaz. Most jönne akkor a 3 WC. Szerintem ezt ugorjuk át, hogy lehúzom a témát az egyiken. Hát, hogy itt van nekünk a 3 pártnak a névváltoztatása, és ez nem a... Ez volt nem az a 3 WC, 3 párt. Ezt megoldotta! Egyébként tényleg véletlenül. A 3 WC-től így a 3 pártra? Senki nem fogja elhívni, hogy nem volt tudatos része ez az átkötés. Ne beszéljünk róla többet, a Dévényi ezt megoldotta. Jó, nem tudom, melyik a jó. Diskurzus részét is, oké. Majd úgy vágják, hogy azt mondom, hogy szándékos volt, vagy nem volt szándékos. Tehát a Jobbikból lett ugye Jobbik. Jobbik konzervatívok, az LMP-ből LMP Magyarország zöld pártja, és a Párbeszédből a Zöldek pártja. Mert hogy az LMP Párbeszéd viszonylatban azért itt érzek némi torzsalkodást. Tehát, hogy mindenki itt a zöld párt. Ez a komoly beszéd? Hogy LMP Párbeszéd viszonylatban torzsalkodást érte? Ez a komoly. De mi a humoros, hogy ez torzsalkodás? Nem lehet ez a szex előtti veszekedés? Tehát, hogy én azt érzem, hogy az LMP meg a Párbeszéd... mint hogyha igazából már mindegy nekik, nem? Tehát, mint hogyha kezdenének egymás felé mozogni, hiszen Magyarország zöld pártja és a Zöldek pártja. Igazából már a neveket se kell nagyon majd összeilleszteni, hogyha esetleg úgy döntenek, hogy a két párt, ami egyébként egykor egy tőről indult, akkor most mégiscsak túl logikus. Szerintem egyébként újra brendelni akarják magukat, ugye kicsi pártok. A zöld elgondoláskörben nem hülyeség. Tehát ugye azt látjuk, hogy egy iszonyatos lobby van annak az irányába, hogy a zöld politika mentén a fogyasztói társadalmat azt forradalmasítsák, vagy a kapitalizmust újraindítsák, tehát hogy közép-hosszú távon mindenki lecserélje a dízelautóját majd elektromos autóra. Egyébként itt lesz majd Európának versenytársa, mert ha mindennek mi gyártjuk az akkumulátorát, akkor hogyha bemutatunk, akkor nem fog gurulni sehol se az autó,
Tehát ilyen módon valóban akkumulátor nagy csatornával. Kínával majd azért meg kéne beszélni, ez nem úgy, hogy Orbán Viktor azt mondja, hogy nem adunk aksit, hanem azért Kínával a kínai kommunista pártnál ezt el kéne élni. Szerintem a kínaiakra nem. Tehát én azt gondolom, hogy kizárni különben a tárgyalás meg a beszélgetést, az semmilyen irányban. Ja, egyetértek. Kínával szerintem érdemes jóba lenni, meg érdemes tárgyaló kapcsolatokat ápolni, de vissza a kis pártokra, tehát szerintem arra törekszenek, hogy ez ugye egy nagyon komoly lobby tevékenység, ez a zöld politikának nevezett új kapitalizmus, és ebben reménykedhetnek talán, ez most szerintem hiú remény egyébként, mert szerintem teljes mértékben figurákat kéne változtatni a saktáblán, ami az ellenzéket illeti, tehát annyira lejáratódott az összes brand, hogy ha ez a vonal átjön, akkor majd erre rá lehet építeni valamiféle politikai tevékenységet. Ez nem kormány. Annyira lejáratott, hogy most már valamit csinálni kell? Tehát valamit ki kell találni, valami radikálisat? Jó, mert azt hiszem, ebben a témában mindent elmondott a te kollégád, mint a magyar hangos Lakner Dávid, haverunk, aki azt mondja, az ellenzéki merészségről, képzelőerről és megújulási képességről mindent elmond, hogy az elmúlt években új néven folytatta mind az LMP, mind a Jobbik és a Párbeszéd, ezért ma már úgy hívják őket, hogy doppergés, LMP, Jobbik és Párbeszéd. De igen, egyébként ez a fajta ilyen a magyarázó hozzáfűzés. Tehát az áruknál is szokták, hogyha nem tudom, az adott árucikknek a márka neve önmagában már nem cseng jól, akkor valamilyen magyarázatot kell hozzáfűzni, hogy mégis mi a franc ez. És itt most megpróbálják ők definiálni, hogy oké, itt vagyunk mi, de mégis mi a francok vagyunk. Meg van benne egyfajta névmágia is, ugye? Uh-huh. Régen az egy nagyon elterjedt elképzelés volt, hogyha egy újszülöttnek adunk egy bizonyos nevet, akkor valamilyen módon ez a név befolyásolni fogja őt. Hogyha Beátának nevezzük, boldog élete lesz, vagy azok a szentek, akikről elnevezték, azok hatással lesznek az életére. Most itt ez a fajta névmágia van, hogy szeretnénk egy zöld pártot. Miért szeretnénk? Mert a zöld pártság, a zöld politika eladható a piacon. Áruhiány is van belőle, igazából Magyarországon nincs zöld. Nevezzük el magunkat zöld pártnak. Lehet más a politika, annak idején ez is így jött. Ráadásul miből indult ki? Alapvetően abban az Altár Glob mozgalomban indult ki, hogy lehet más a világ. Aztán egy kicsit szükítették. Hát a világ azért lehet, hogy nem lehet más, de a világban a politika lehet más. Aztán kiderült, hogy nem lehet más, úgyhogy inkább lement már ez LMPV. De gondoljunk bele, hogy ez hogy történt például, ma van a 35. születésnapja a Fidesznek. Hogy azért a Fidesz nevének az evolúciója is, egy valami maradt a Fidesz, hogy aztán az mit jelent, mit gondolunk mögé, már csak egy betűszó, az is nagyon sokat változott. Tehát ezeket a kiegészítéseket ők is nagy lelkesedéssel alkalmazták. Megint csak azt tudom mondani, de tényleg már rohadt unalmas vagyok, mert én is unom magamat, hogy kénytelen vagyok ezzel reagálni állandóan arra, amit magyar közéletnek vagy politikának hívunk, hogy nem tök mindegy. Ugyanaz a termék, más név. Nekik nem mindegy, bátrak, hogy teljesen átnevezzük. De nekik nem mindegy, mert ők ugye ebből a piacból élnek meg. Ilyen szempontból milyen működőképes volt a Jobbik ötlete? Mert mi voltam, hogy állandóan ugye ezt halljuk, hogy Magyarországon már nincs konzervativizmus, Magyarországon nincsenek konzervatívok, itt egy piacérés, hopp, akkor mi vagyunk a konzervatívok. Ezt kimondják, Gábor, nincsen, ne vicceljével, ez mondjuk más. Ez ugye mindig az ellenoldal mondja, hogy nincsen. De kéne az európai értelemben vett konzervatív, ezt a balosok mondják, jaj, de kéne egy európai értelemben vett szozdemek, ezt már mindig mondjuk a jobbosok, miközben mindig kiderül az, hogy a jobbosok szempontjából az a jó baloldali, aki időközben megtért Orbán Viktorhoz, a balosok szempontjából meg az a jó konzervatív, aki halott. De hát ez természetes. A névváltozásról nem tudom, hogy van-e olyan példa, hogy 5% alatti pártok névváltozásával bármi is megváltozott volna. Tehát, hogy szerintem a névváltozásnak lehet helye, hogyha van egy felfelé ívelő párt, mint annak idején 2002 után a Fidesz, amikor átalakította a pártstruktúrát, és ugye szövetségi alakult, az egy más névváltozás volt. Ott az a dinamikát fogta be. Mármint visszaalakult, eredetileg szövetség volt. Második gyerekkorát élte akkor a Fidesz. Mert párt volt. Mindegy, csak most 35. Mindegy, arra szerettem volna csak célozni, hogy van, amikor egy párt erősödik, nő a dinamikája, és ezt a dinamikát, mert különféle emberek érkeznek, és korábban nem érkező emberek is érkeznek a pártba, ezt a névváltozással legitimálja. Tehát a névváltozás valamilyen folyamatra reflektál. Itt viszont 5% alatti pártok agóniájának a része a névváltozás, és amit a Péter mondott, az nagyon fontos, hogy itt már arról van szó, hogy már önmagában a pártoknak a neve nem jelent semmit. Tehát arról, hogy P, vagy LMP, vagy Jobbik, már nem biztos, hogy a választóknak valami
értékrend vagy cél eszükből, és ezért konkretizálni kell, de ez már azt gondolom, hogy a dolgoknak a vége szokott lenni általában, és abban meg nem értek egyet veletek, hogy a zöldek az egy jó brand, nagyon fontos, meg védjük a környezetet, meg a fákat, meg minden, de Magyarországon hány zöld párt van már? A Momentum is igazából zöld pártként határozza meg magát, az LMP, a P, nincs Magyarországon úgy tűnik szükség zöld politikára. Tehát ezt szerintem érdemes volna észrevenni, hogy pusztán azzal, hogy valaki zöld pártnak nevezi magát, Magyarországon nem lesz még parlamenti párt. Szerintem a zöld politika az nem a fákról szól. Hát ez a kemény, hogy nem a fáról szól, az az akkumulátorról szól, meg az elektromos autóról szól, meg a kamu kőolaj nem használatról szól, mikor mindenhez kell kőolajat használni, amiből az elektromos kocsit gyárt. Értem, amit mondasz, és igazad is, hogy a zöld kapitalizmusnak van egy hatalmas nagy képmutatása, de ettől függetlenül én nem tudom azt nem észrevenni, hogy az emberiség borzalmas módon él vissza a lehetőségeivel, és károsítja az ökoszisztémát. Szerintem az a zöld, amikor ezzel szemben megpróbálsz valamit tenni. Ez a politikai, ha úgy tetszik, piac, vagy legalábbis piaci működés, hát az olyan, mint az átlag profit ráta állandó csökkenése, ugye valami keresetté válik, mert hiány, hirtelen mindenki elkezdi gyártani, oda özönlenek, és ettől elkezd csökkenni az értéke. Ez történt a zöld címkével, egyébként olyan értelemben a zöld politikával, és a zöld politika nagyon messze áll attól, hogy zöld legyen. De ezt az egész ellentmondást, amiről beszéltél, ezt át lehetne hidalni az elnevezéssel, mert nyugodtan el lehetne nevezni egy pártot, a dinamikusan fejlődő párt irány a 6% mozgalom. Most tartanunk el egy kis szünetet. Hát nem tudom, hogy ezzel folytatjuk-e, majd kiderül. Amire viszont nem gondoltunk volna, hogy Agatha Christie lett Soros, mert hogy a kiadója úgy döntött, hogy az érzéketlen, sértő, etnikai hovatartozásra utaló, illetve egyes karakterek külső leírását tartalmazó részeket törlik, vagy átfogalmazzák. Tehát ez nem minden előzmény nélküli ez a mozgalom, mert hogy több szerzővel is, több regénnyel is, vagy több művel is előfordul ez mostanában. És kicsi mi van? Nem már, hogy lelőtted a poénomat. Pont ezt akartam a végén megkérdezni, hogy vajon mi lesz a 10 kicsi négernek hát az új címe. Hát ez már okafogyott a probléma. De azt már a Konok előtte, mit mondta, alacsony termetű. De nem ilyen értelemben okafogyott a 10 kicsi négert, azt már hosszú évek óta ilyen csak néhány, csak egy marad, vagy valami, mint a hegylakó, valami olyasmi címmel adják el. Ez persze az angol kiadó döntése volt annak idején, és már régen nem 10 kicsi néger néven fut, vagy címen fut. De egyébként... Hát nem az, hogy 10 kicsi néger, ugye a regényből az egyik kifejezés, amit kihúztak, az a keleti, az Oriental. De akkor mi lesz a gyilkosság az Orient Express-szel? De igazából ez a muris az egészben. Tehát Agatha Christie alig, hanem összes könyvében vannak gyilkosságok. Na most, ha már az én érzékenységemet valaki ugye nem akarja sérteni, meg úgy általában az olvasó, hogy tessék kiadni a gyilkosságokat, mert a gyilkosság egy megrázó dolog. Szerintem az egyik legmegrázóbb dolog, amit el lehet követni. Ne legyenek benne gyilkosságok, ne legyenek benne egyébként színek sem, meg ne legyenek az átlagostól eltérő testalkatú emberek, vagy legalábbis ezekre ne legyen utalás, de ne öldössék egymást. Csak az a kérdés, hogy akkor mi marad? Mert ilyen értelemben egyébként tényleg elfelejtetjük az egész világirodalmat, és ebben én tényleg egy nem léptékében, mert valahol az egész dolog pimp, bár egy olyan dolgot mutat, ami általános és nagyon-nagyon furcsa tendencia, de ez megint csak a múlt átírása. Tehát ez a múlt úgy volt, hogy elvezethessen ahhoz a jelenbe, amely jelent mi egy jó jövő prefigurációjának látjuk. És ez nagyon-nagyon kínos. Nem ez első ilyen egyébként. Mindig volt, amikor politikai okból vagy ideológiai okból átszerkeztettek dolgokat. Tényleg itt beszélgettünk az adás előtt, és akkor így nekem eszembe jutott, hogy a Bram Stoker Drakulájából például az összes magyar kiadásban kihagyták azokat a részeket, ahol Bram Stoker csúnyán ír a magyarokról, és mindenféle rossz magyar sztereotípiákat sorol fel. Annak idején a Winnetouból, én egész, már nagy voltam, amikor olvastam újra gyerekkorom után, ilyen megdöbbenve láttam, hogy a magyar kiadásból minden jelzés nélkül kihagyták a német felsőbbrendűségre vonatkozó részeket. Így nem is volt érthető az, amit így köztudomású volt, hogy Hitler mennyire rajongott Maj Károlyért. Rengeteg ilyen van, de ez a fajta, nem szeretem használni ezt a FAM által egyébként nagyon kedvelt szót, ezt a társadalommérnökösködést, de ez társadalommérnökösködés, csak, hogy mondjam, az alkotás integritását kérdőjelezi meg, és akkor dönthetünk, hogy mi a jobb, az érzékenységünk, vagy az, hogy tulajdonképpen ne foglalkozzunk azzal, hogy mit akart a szerző, ne foglalkozzunk azzal, hogy egy adott korban mi volt a kor, akkor felejtsük el a történelem tanítást is, mert nem számolhatunk be, ne számoljunk be akkor arról, hogy volt rabszolgaság. De ha nem volt rabszolgaság mondjuk,
és nem számol be róla a történelem, akkor mitől vagyunk hirtelen érzékenyek az ehhez fúziódó dolgokhoz? Az egész annyira abszurd és annyira piaci egyébként sajátos módon, tehát az éppen aktuális kívánalmaknak és elvárásoknak akarja megfeleltetni meg, az árut, hogy kihetetlen. Meghekkelés. Tehát az a helyzet, hogy ez már annyira abszurd tényleg. Túl jó indulatú vagy. Ez kezdi régről, tehát minthogyha valakiknek most már nagyon elege lenne a kiadóvállalatoknál, mint a Kesma vidéki lapoknál dolgozónak, aki valamit odaszerkeszt a címlapra, mert már nem bírja tovább, túlfeszíti a húrt. Ez már tényleg olyan? Tehát, hogy akkor rakjunk még rá egy lapát, ezt már józan ésszel nem hiszem. Nem, ez különben talán szakmába is vág. Ugye a szabadságra rájövünk, hogy a szabad ember attól lesz szabad, hogy a döntéseiért felelősséget vállal, és a felelősségekkel képes együtt élni, és ennek a felelősségnek a fényébe hozza meg a következő döntéseit. Ezt nem akarja a társadalom. Szabadnak érző ember, magukat szabadnak érző embereket akar, akik ebben az illúzióban vannak, és őket kényelembe tartani, hogy megfelelő módon fogyasszanak. De a művészet, a zene, a film, az irodalom, az aktuálisan mindig felkavaró. Sokszor igazságtalan, de egy képet mutat arról, hogy hol tart a világ aktuálisan. Tehát itt például jelen pillanatban ugye megcserélődtek a szerepek, mert amit annó liberálisnak gondoltál, szabadságért harcoló irányzatoknak, az tulajdonképpen egy olyan formába torzult el, ami most már egyfajta véleménydiktatúrát alkot. És hogyha most ez ilyen irányba megy tovább, tulajdonképpen az egész művészet, ami a punkzene, a rockzene, hogy csak friss dolgokról beszélek, hip-hop, a filmkultúrának egy csomó alkotása, ami nagy hatású volt, létre se jöhetett volna. A történelmet szerintem mindenhol hamisítják meg a múltat, tehát erre Péter is célzott, de amiről itt most konkrétan beszélünk, azt szerintem abban az értelemben speciális eset, hogy itt az egykori nagy gyarmattartó országokban dívik ez a cancel culture, és itt szerintem valamiféle ilyen pszichológiai lelkiismeretfurdalásból fakadó folyamatot láthatunk. Tehát ugye ezekben a társadalomban multikulturalizmus van. És ez a multikulturalizmus azért alakult létre, mert egykor ezek az országok gyarmatokat létesítettek, leigáztak, kihasználtak bizonyos népeket, aztán ugye a történelemben úgy alakult, hogy ezeknek a leszármazottai egyre nagyobb számban jelentek meg a gyarmatosító országban is, és ott élve, most már nem tudom, hanyadik generációsan elkezdik olvasni azokat a könyveket, azokat a műveket, amikben még az a gyarmatosító szellemiség akadály nélkül megjelenhetett. Akár egy Agatha Christie bizonyos elszólásaiban is. És szerintem ezt a fajta lelkiismert furdalást próbálják meg az ott élő, most már több generációs bevándorlóknak a leszármazottai számára valahogy a múltat úgy meghamisítani, hogy az ő számára is úgy tűnjön föl, hogy Agatha Christie az övé is. Ez kétségtelen. Hogy az ő múltjához is hozzátartozik, ez önmagában abszurd, tehát ezzel nem azt akarom mondani, hogy ez jó, csak azt próbáltam megfejteni, hogy milyennek a pszichológiai mondani valója. Adott esetben lehet, hogy neked van igazad, hogy ez egy média hack, vagy valami, nem tudom, ilyen titkos összeesküvés, de lehet, hogy csak egy ilyen beteges irányba tartó pszichológiai folyamat. És ennek szerintem azért van beteges iránya, mert a múltunk, lehet, hogy most idealizálom ezt a kérdést, de a múltunk azért mégis a kötődéseinknek az alapja. Tehát, hogyha egy ember egyéni életében a kötődési mintázat alapvetően meghatározza, hogy te felnőtt korodban tudsz-e szeretni, tudsz-e kapcsolódni más emberekhez, tudsz-e társadalomban részt venni, tudsz-e boldog lenni, az, hogy te hogyan kötődtél gyermekkorodban, szerintem közösségi szinten a múltunk, az ugyanúgy meghatározza, hogy a múltunk, azt tudunk-e viszonyulni, és az egészséges-e, és valóságos-e, az meghatározza, hogy ez a társadalom utána hogyan működik. És én ezért érzem ezt óriási kockázatnak, mert már az amúgy is meglévő identitás krízis, ami Európában, meg a nyugati világban egyre erősebb, csak tovább fokozza. Hogyha, mit tudom én, 20 év múlva már a kisebbségbe került fehérek, akik el lesznek nyomva, most csak nyilván ez egy science fiction, majd akkor azt fogják majd követelni, hogy ők szeretnék leforgatni azt a sorozatot a Netflixre, amikor a fehér rabszolgákat elhurcolták Amerikába? Értitek? És akkor majd senki nem szólhat egy szót, hogy gyerekek, ez baromság, hát ilyet ne forgassunk le, mert hát az ő érzékenységük. Amit itt látunk, az az értelmiség világméretű elnyúnyókásodása. Tehát, hogy lett belőle egy ilyen, amelyik azt találta meg az új tevékenységének, hogy valami ellen küzdeni kell, tehát ő marginális csoportokért, kisebbségek, bármilyen, küzd papíron. Papírral, könyvekkel.
Én nem gondolom azt, hogy a brit társadalom mélye más lett. Én nem gondolom azt, hogy más lett az ottavai kamionos. Mert hát láttuk is, és hogy nem. És ez nem is az ő elvárása. Ez kifejezetten annak az értelmének, a post-68-as értelmiségnek a szereptévesztése. Nem leszünk másmilyenek attól, hogy ők kiavítják a Agatha Christie-t. Közben a világ megváltozott ott. Nem egy alulról jövő elvárás, az alulról. Így van, értelemben veszem, hogy nem, pont ezt akarom mondani. Nem a megcélzott, vagy megcélzottnak tartott társadalmi rétegek elvárása, hanem annak a társadalmi rétegnek az önelvárása egyébként, amelyik ezt diktálja. És én nem is azt venném ebből legfontosabbnak, hogy mi ellen küzd, vagy hogy valami ellen küzdenie kell, hanem talán te mondtad ki a kulcsszót, hogy kényelem. Kényelem és biztonság. Tehát persze, legyen veszély. Egyre veszélyesebb világban élünk, iszonyatos háborúk dübörögnek, nem csak Ukrajnában, hanem a világ számos részén. Tényleg nyakunkon mindenféle probléma. Egy nagyon-nagyon fenyegető világban meg kell próbálni kényelmes helyeket biztosítani a lelkünknek, és a minden lehetséges surlódást kerülni. Az egyik lehetséges surlódás, és mely a művészet önmagában egy lehetséges surlódás, az irodalom egy lehetséges surlódás, ezeket célszerű ilyen értelemben lereszelni, mert ez eladhatóvá válik, ugyanis az eladhatóság azért a könyvkiadásnál is. Annyi, hogy a veszély... Egyetlen még, mert mondtad, hogy attól nem sérül a gyerek, hogy van királyfi meg királylány, azért ezt hozzátenném, hogy attól sem sérül a gyerek, hogy mondjuk két királyfi vagy két királylány szereti egymást, az ellen küzdik. Én is azt gondolom, hogy ettől sem sérül, viszont kérdés az, hogy van-e többség. Tehát hogy az egy megtanulandó dolog, vagy nem megtanulandó dolog, hogy van többség és kisebbség, nem? És most a nemi preferenciákat hagyjuk is. Bármilyen preferenciá. Hanem az, hogy ezt megtanulod el. Szerintem ez is egy megtanulandó dolog, csak hogy teljes legyen a kép. Szóval, hogy itt a veszély meg a nem veszély, mérhetetlen veszély és a világ, én pont ellenkezőjét látom meg ennek a kialakulása. Gábor beszélt erről, nem is itt máshol, hogy a nyugati társadalmakban lenőttek abban a második világháború után, hogy veszélytelen volt a világ. Alapvetően ezt szokták meg, és hogy inkább ennek a hatásait éljük, hogy próbálják ezt a veszélytelenséget egyre több területre kiterjeszteni, és hogy ez mennyire értelmiségi izé, mondom, hogy szerintem egy néger el tudja azt szűrni, hogyha lát a vikingekről egy filmet, amelyben nincsen néger, csak nem a Netflixen. Leforgatták a vikingeknek a folytatását, most az ide. Svéd király. Vikingek, valahol, ha meggondolkodtam, hogy hanyadik részben jön elő az első néger viking, a másodikban. Lecsupaszítjuk az egészet, levágjuk a vadhajtásokat, és visszamenjük oda, hogy ez egy multikulti vagy egy multikulti irányba tartó társadalomba az, hogy befogadás, elfogadás, ez egy jó dolog. A művészet maga a vadhajtás, ebben a Dopmennek teljesen igaza van. De. Az határsértő, az abszurd, az nem feltétlenül kellemes. Nincs azzal semmi gond, hogyha most valaki a befogadásról és a multikulturalizmusról szóló dolgokat ír, csinál ilyen filmeket, sőt, én ezt örömmel veszem, de a múltat nem lehet végképp eltörölni, lehet, átdolgozni ilyen értelemben nem lehet. A múltból serkentünk ki, onnan van a jelen. A jelenből sem fogunk egy büdös kukkot se érteni, hogyha a múlt olyan volt, vagy nem olyan volt, mint amilyen volt. Honnan értenénk meg? Hogy kerültünk akkor ide? Miért lett például fontos a befogadás? Ugye azért, mert régen nem volt befogadás, vagy legalábbis ez egy problematikus dolog volt. Tényleg, kiírthatjuk például az egri csillagokból a sárközi cigány figuráját, mert egy nagyon rossz, nagyon szar sztereotípia, és Magyarországon ugye kötelező olvasmány, rengeteg olyan cigány gyereknek kell elolvasnia, akik tényleg azt látják, hogy a sárközi cigány egy ilyen megalkuvó, ügyeskedő, csókolom a kezsit lábát figura. Nagyon kínos. Lehet, hogy egyébként nem kéne kötelező olvasmánynak lenni, szerintem semminek nem kellene kötelező olvasmánynak lenni. Na de kiszedhetjük az egri csillagokból a sárközi cigányt? Nem szedhetjük ki. De nem is kell kiszedni. Viszont itt annyi van még, hogy szerintem a világ az mindig veszélyes hely volt, mindig voltak kívások, és nem az értelmiség nyúnyókásodott el, hanem maga a nyugati társadalom. Tehát jóléti betegségekbe szenved, kényelmi betegségekkel harcol, elsősorban ugye társadalomtervezés felől közelít, és erre ott van a bizonyíték, mondom, meg kell nézni a fiatalok kultúráját. A legjobban kereső influencer milyen közegből jön, hogy jön,
Miket lehet TikTokon népszerűsíteni, lásd Bite Zsolt, semmihez nem nyúlnak hozzá, tolják ezerre, ha te kritikát gyakorolsz, vagy csak humort ebbe az irányba, azonnal törölnek téged mindenféle szinten, szinte minden. Tehát itt azért nem arról van szó, hogy nincsen ilyen folyamat, de van, és oda-vissza hatás van, mert a tudat formálódik, amilyen magokat elültetek, az csirázik ki, és az virágzik utána, vagy az lesz a gaz. Tehát itt ezen dolgoznak, és ez egy irányított folyamat, ami fentről jövő folyamat, és lesz egy visszahatás. Abból, hogy fentről jövő folyamat, vagy legalábbis öngerjesztő folyamat, ahol egyetértek, de hogy ez valami újdonság lenne, nem újdonság, és itt nem arról van szó, hogy a társadalom mint olyan nyúnyókásodik el, vagy nem tudom, mit csinál meg, hogy a nyugati társadalom ilyen értelemben változna, válságban lenne, változik, átalakul. Én nem hiszem, hogy ez egy tervezett folyamat, és egyáltalán azt sem hiszem, hogy ez régen ilyen értelemben más volt, mások voltak a preferenciák. A többségi vélemény, ideológia, a befogadásról beszélsz, a befogadás, amit nem fogadtak el. De a befogadás most, amit tónak, szimplán gazdasági alapon megy. Fogy el az európai lakosság, nincs ez, aki dolgozó. Magyarországon ez komoly munkahelyeken külföldről kell behozni a munkaerőt. Ez igaz, de ennek a jóléti társadalom jel, hogy nem dolgoznak ez esetben emberek. Akkor Magyarországnak az élen kéne járnia ebben az érzékenyítésben. Hát Magyarországon a hivatalos politika finoman szólva az ellenkezőjét csinálja, ami egyébként éppen annyira durva, vagy a maga módján durvább. Tehát nehogy már azt mondjuk, hogy most itt... Ezt mivel kapcsolatban konkrét, hát például az LMBTQ jogokkal, például azzal kapcsolatban, az Magyarországnak van egy homofób. Ugye végig, akkor nem tudjuk, hogy mivel vitatkozunk. Tudom, de vitatkozunk. Hát azt hallom, meg látom. Viszont milyen, Czert Müller Cecilia segítségével milyen termiusz technikust adtam a hazának? Viszont ha már rossz folyamatok, társadalmi folyamatok, akkor nemzetközi tendencia szerint a világon 7 serdülőből egy mentális betegségben szenved, és Gábor, ti a II. Reformkor alapítványnál elkezdtetek foglalkozni ezzel a témával, és egy 4 pontból álló javaslatot tettetek közé. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon is ennyire vacak a helyzet? Hát ezt nem is mi mondjuk igazából, hanem a szakemberek. Tehát az óvodapszichológusok, iskolapszichológusok már több kinyilatkozatot adtak ki, ahol felhívták a figyelmet arra, hogy nagy a baj, de valóban globális jelenség is, hogy Andrásnak itt dobjak egy labdát, ez abszolút a Covid-hoz köthető szerintem. Nyilván van egy, szerintem a globalizmus, meg az a fajta 21. századi fogyasztói világ amúgy is mentális problémák garmadájával áraszt el bennünket. De a Covid az hozott egy olyan szituációt, amiben szerintem az egész világot eluralt egy ilyen általános rossz érzet. Mint hogyha azt éreznénk a lelkünk mélyén, hogy a Covid-dal beköltözött valami olyan az életünkbe, ami valamit elvett végérvényesen. És ezt még felnőttként is nehéz feldolgozni szerintem ezt a 2 évet. Most gondoljunk bele abba a generációba, aki beleszületett. Tehát lényegében a Covid generációja, és szerintem az, hogy most tele vannak a gyermekpszichiátriák, az, hogy gyerekek lesznek öngyilkosok többen, mint korábban, vagy gyermekek gyilkolnak többet, mint korábban. Én csak ezzel tudom magyarázni, és ezzel valamit kezdeni kellene, és ez beszéltünk, hogy alulról jön, fölülről jön, itt most fölülről kell, hogy valami ez ügyben történjen, mert óriási a baj. És a Covid szerepe szerintem nagyon fontos benne, tehát nem is a Covid szerepe egyébként, hanem a Covidra való társadalmi reakció szerepe, de azért van egy csomó egyéb, ott volt tényleg a klímakatasztrófa fenyegetése, a nyakunkon az atomháború fenyegetése, tehát most gyereknek lenni, egyébként felnőttnek lenni is rettentő nyomasztó, és hát ahogy elnézem a magyar vezetésnek, a felülről jövő válasz az nagyjából az, hogy Bagdi Emőke boldogság órái. Egy mondatot, Péter, ez igen, korábban is volt már migráció, meg klímakatasztrófa, meg terrorizmus, és ezek is súlyos ilyen mentális terreket róttak a társadalomra, de a Covid hozta az első olyan szituációt, hogy lezárták az egész világot. De az a helyzet, hogy az egy üzemi baleset volt, vagy a Hiroshima, tehát hogy van bombán, ki kell próbálni. Nem lesz még egyszer ilyen. Tehát sok sikert mindenkinek. Teljesen tudja, mi volt András a hatásáról beszélek. Oké, csak amikor az első cikkemet, a posztomat, már nem is tudom, hogy melyiket, kettő közül írtam Covid ügyben, akkor az volt a végén, nem tudom, hogy mekkora lesz ennek a mortalitása, de az egész biztos, hogy évvégére valami meg fog ugrani, akkor az öngyilkosságok száma. Természetesen volt a minden, szokás szerint, nagy magyar gyilkos és hülye. És hogy van valami viszont, ami azt hiszem, hogy társadalmi jelenség, ami tényleg nem, az értelmiség rásegít, meg ez egész moralizálás, amit ráönt a társadalomra. Tehát, hogy nem lehet érvelni, hanem csak erkölcsileg jó, illetve rossz oldalra állni.
De az meg benne van a nyugati társadalomban, és ez egybefügg különböző demográfiai jelenségekkel, ez a gerontokrata önzés. Mi emberek alapvetően arra vagyunk beállítva, hogy a gyerekeinket védjük. Mi meg fogunk halni, szüleink eltemetjük, és védjük a gyerekeinket. És ehhez képest egy teljesen pervers helyzet állt elő, megfordult az egész, szarunk a gyerekeinkre, nem még érdekel, az, hogy velük mi lesz, politikai. Még hosszabbítsuk meg 10 évvel az életünket, 5-tel, 2 perccel. De ez politikai. Hozzáteszem, abszolút egyetértek, és itt visszakapcsolódik az előző téma, és hogyha megnézitek, megint csak a rendszer fenntartásának, vagy az irány fenntartásának az érdekében elvették azokat a fajta fundamentumokat, amire egyébként az emberi élet alapozható volt, tehát a családnak a intézményét szétzúzzák, a társadalom legalapvetőbb ilyen építőkövét teszik tönkre, a cserébe, a helyébe nem nagyon adnak semmit, és egy nagyon-nagyon fontos dolog van, amire felhívnám a figyelmet, az a szülőnek a felelőssége. Tehát mikor a világra bocsátunk egy gyermeket, akkor tudni kell azt, hogy ez az érző lény, az egy csomó kihívásnak, szenvedésnek lesz kitéve. Mint ahogy a belga mondja, ha szép az a baj, ha csúnya az a baj, okos az a baj, hogyha buta az a baj. Mindig lesz valami baj, mindig lesz valami kihívás. Az emberek elfelejtették, hogy milyen felelősséggel tartoznak az utánuk következő generációkért, mert mindenki a saját eszméjét, elveit, meg a véleményét hajszolja, meg a saját világképét próbálja ráerőltetni a világra, és közben elmegyünk ugye a történet mellett, és megint csak azt mondom, hogy meg kell nézni a fiatalok kultúráját. Tehát bele kell menni, ki kell nyitni a TikTokot, meg kell nézni, hogy egy fiatal mivel foglalkozik, hogy milyen világképet kap, hogy mit ad neki a fogyasztói társadalom, ha nem találja magát, és ezért minden ilyen törekvés nagyon fontos, hogy valami utat vagy képet biztosítson arra, hogy a következő generációk egészségesebbek vagy teljesebbek legyenek. Egy kicsit szomorú lett itt a vége. Biztos, hogy miattunk. Azért én köszönöm a beszélgetést, és köszönöm, hogy néztek minket. Jövő héten ismét visszatérünk.